Tisztelettel köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit. Ez az Újpesti Sport. Vendégem Benczúr Márton, az UVSE női vízilabda csapatának vezetőedzője. Szólítom Mártont így Skype-on keresztül, mert ugye tudjuk, hogy most a vírushelyzet miatt a személyes találkozásoknak akadályai vannak. Halló Marci, itt vagy, meg vagy? Igen, itt vagyok. Én is üdvözlöm a kedves nézőket, és köszönjük a lehetőséget, hogy kerestetek minket. Az természetes, hiszen hogy tudnánk elmenni újpestiek az UVSE női, illetve férfi vízilabda csapata mellett, hiszen sikert sikerre halmoztok. Tehát nincs is mese, azonnal gratulációval kell kezdenem. Ugye jól tudom azt, hogy a női vízilabda bajnokság alapszakaszában az UVSE az első helyen végzett, és bejutott a döntőbe, jól tudom, ugye? Igen, és mi leszünk a pályaválasztók a Dunaújváros ellen játszandó döntőbe. Köszönjük szépen, az érdem az a lányoké, úgyhogy mi is nagyon büszkék vagyunk rájuk. Tudjuk, hogy az érdem a lányoké, de azt szokták, van egy olyan mondás, hogy XY nélkül ez nem jöhetett volna létre, de azért egy vezetőedzőnek, egy edzőnek azért némi nemű dicséret is jár. De beszéljünk akkor az alapszakaszról egy kicsit. Tudjuk azt, hogy nagyon jó csapatunk van, világklasszisokkal, teletűzdel csapat. Hogy indultunk neki a bajnokságnak? Azt elmeséled nekünk? Igen, ugye a Magyar Kupa előzte meg a bajnokságot, ami egy nagyon hasznos tapasztalatokat hozó versenysorozat volt. Végül ugye másodikok lettünk a kupába, a döntőnek a másfél-két negyedét kicsit elrontottuk, de hát nagyon sokat tanultunk belőle, és ezt most azért merem mondani, mert ugye az azóta eltelt időszak és a lejátszott mérkőzések igazolják, hogy sikerült fejlődnünk és tanulnunk belőle. Úgy mentünk neki, hogy sikerüljön minél jobban összegyúrni és egységessé formálni a csapatunkat, hiszen akár életkorilag, akár tapasztalatilag ugye nagyon nagy különbségek vannak. A 15-ös szűk felnőtt keretből, akik ugye a felnőtt csapattal edzenek minden nap, azok közül ugye 5 játékosnak ez az első szezonja, hogy fixen a felnőttnél van. És hát hogyha most ugye április 13-án kell ezt értékelni, akkor mondhatjuk, hogy ez eredményes és sikeres volt. Ez nagyon, nagyon szép szavak és nagyon nagy dicséret az edzői gárdának, hiszen azt tudjuk, hogy jó alapok nélkül nagyon nehéz házat építeni, és hát itt a munkátok bizonyítja azt, hogy a sok fiatalt beépítettétek a csapatba, és most már lehet azt mondani, hogy ugyan fiatal az UVSE gárdája, de most már nem szabad azt mondani, hogy azért idézőjel veszítünk, mert még fiatalok, talán tapasztalatok, de már ott vannak játéktudásban, már nagyon közel vannak a felnőttekhez. Tehát alapszakasz megvan, közeledik a finálé, ugye a döntő, a Dunaújváros ellen, lehet azt mondani, hogy az örök rivális ellen, a nagy-nagy rivális ellen? Hát az elmúlt 7-8 év alapján igen lehet mondani. Ugye 4 csapat van, aki kiemelkedik a bajnokságból, ugye a BVSC és a Ferencváros tartozik még ebbe a négybe, de azért, hogyha az elmúlt éveket megnézzük, ugye a BVSC tudott ugye döntőkbe kerülni, egyébként ugye az Újváros tekinthető a legnagyobb riválisunknak, de egy ilyen erős bajnokságban még egy fél mondattal hadd gratuláljak a lányoknak, mert ugye az összes meccsünket megnyertük, és azért 100%-osan bármilyen bajnokságban nagy dolog ugye alapszakasz nyerni, így ugye azt gondolom, hogy ez még inkább dicséri a csapatot, de hát tudjuk, hogy még nem nyertünk semmit, úgyhogy hiába állunk jól a hazai vagy a nemzetközi vizeken, a csapat egyértelműen úgy gondolja, hogy mi nyerni szeretnénk címeket. Ez nagyon helyes, és megelőztél a kérdésbe, nem is a kérdésbe, a dicséretbe, mert azt hozzáfűztem volna a kedves nézőknek, hogy hát veretlenül nyerte a csapatunk a csapat az alapszakaszt, de hát ahogy említetted, még nagyon sok minden van, sok-sok lépcső van még előttetek. Az első, ugye ez a döntő. 2 győzelemig tart, ugye, a finálé? Igen, igen, nagyon jól mondod, és szombaton 20:45-kor itt a Hajós Alfréd uszodába kezdődik a döntő első meccse. Ilyenkor edzésen már szó van a mérkőzésről, vagy munka van? Természetesen szó van. Már tegnap is videóztunk, ma is fogunk, és még pénteken is, illetve ugye az edzések összetétele is
Ugye a fizikális képzés az egy változatlan dolog, ilyen meccs időszakban az mindig megvan, főleg a hét elején, de akár egy lövő gyakorlatot, vagy passzoló gyakorlatot, és hát természetesen az emberelőny, emberhátrány, vagy a zóna elleni játék az már egyértelműen ilyenkor arról a csapatról szól, jelen esetben a Dunaújvárosról, akik ugye ellen készülni kell, úgyhogy abszolút ellenfél specifikusan készülünk. Lehet azt mondani, Marci, hogy nyitott könyv az ellenfél, de legalább annyira nyitott könyv az UVS-e is a Dunaújvárosnak. Meglepetést tudtok okozni egymásnak? Igyekszünk, maradjunk annyiba. Én biztos vagyok benne, hogy azért az újvárosiak is, ahol azért egy nagyon-nagyon jó stáb dolgozik, ugye a Mihók Attila mellett a Sike József és a Fülöp Tibor, hogy csak a szűk stábot említsem, mi is természetesen elemezzük a tapasztalatokat folyamatosan, akár a stábtagokkal, ugye a Csicsáki Vincével és az Ács Bertalannal, és hát természetesen a lányokkal, mert ezt mi egy csapatmunkának tekintjük, így építjük föl, tehát ha lányoknak van olyan észrevételük, akkor természetesen azt is beépítjük. Hát nehéz meglepetést okozni, de azért azt gondolom, hogy bizonyos nüanszokba lehet, és az látszott a szerdai mérkőzésen is, hogy nüanszok fognak dönteni, illetve az, hogy ugye kérdezted, hogy mennyire készülünk az Újvárosból, elsősorban a saját játékunkból, mert mi azért elég önkritikusak vagyunk itt befelé, és nagyjából a 9 gólból, amit kaptunk, abból mi úgy tekintünk rá, hogy 8-at mi ajándékoztunk az ellenfélnek. Ezt úgy kell érteni, hogy egy kicsit nagyobb odafigyeléssel elkerülhető lett volna. Ezeket a nevezzük idézőjelbe ajándékoknak, ezeknek a számát le kell csökkenteni, mert a tűzzel játszunk ilyen értelemben. Nem kérdezem, de Marci, nem kérdezem az esélyeket, mert hiszen egyértelmű, hogy a csapat az a győzelem, hát a győzelem a cél, a bajnoki cím a cél. Ugorjunk egyet, hogyha ajánlhatom. Említetted, hogy a nemzetközi porondon is hát sikereket akartok elérni, aztán ez így a legjobb, nyerni akartok. Mi vár a csapatra? Most van ez a magyar bajnoki döntő, és utána? Hát a magyar bajnoki döntő ugye vagy 2, vagy 3 meccsig fog tartani. Hogyha 2 meccsig tart, akkor ez április 21 a második meccs, hogyha 3, akkor az április 24. És 30-án már Euroliga elődöntő van, úgyhogy ez egy nagyon kemény menet lesz az Újvárosnak is, mert ők ugye szintén bent vannak. Úgyhogy az vár a csapatra, hogy most az elkövetkezendő 2,5-3 hétben gyakorlatilag csak döntőket játszunk folyamatosan. Nagyon-nagyon élvezzük, nagyon vártuk ezt, nyugodtan beszélhetek a lányok nevébe is. Hát az vár a csapatra, hogy nagyon-nagyon észnél kell lenni, keveset kell hibázni, mert azért azt nem lehet várni, hogy a 2 vagy 3 bajnoki döntő és a 2 Euroliga meccs, tehát itt 4 vagy 5 kőkemény, tényleg legmagasabb szintű mérkőzésen folyamatosan varázsoljunk, és minden, amit kapura dobunk, az gól legyen, és le se essen a labda a vízre. Ezáltal egyértelműen arra kell fókuszálnunk, hogy minél kevesebb könnyű gólt lőjön az ellenfél, gyakorlatilag 0-t, tehát az egyszerűen kijavítható dolgokat ne rontsuk el, vagy javítsuk ki, hogyha elrontottuk, és olyan biztos vagyok benne, hogy ebből a 4 meccsből lesz legalább 1 vagy 2, amikor nagyon jól fog menni a csapatnak, és hát ugye jól ismeri a névsort mindenki. Azért ebbe a csapatba 2-3-4 játékosnak nagyon jól megy, hát akkor azért ember legyen a talpán, aki megállítja mondjuk csak a támadó gépezetet. Úgyhogy erre készülünk, nagyon-nagyon nehéz feladat, de hát ezért dolgozunk, és nagyon szeretjük, hogy végre itt van ez az időszak. Igen. Tudod, azt mondom, egykori sportolóként azt mondom, hogy ha tétmeccseket kell játszani sorozatban, kellett játszani sorozatban, az volt számunkra a legjobb tréning. Hogyha fizikálisan és fejbe az ember bírja, akkor a mérkőzésnél jobb tréning nincsen. Mi a véleményed erről? Teljesen egyetértek. Hát, aki azért nálunk nagyságrendekkel azt mondja, hogy többet edz, annak én azt nem feltétlenül hiszem el a szavát, és itt nem feltétlenül a leedzett percek, amik számítanak, bár szerintem abban sem vagyunk lemaradva, hanem egyértelműen a minőség, az, ahogy ugye dolgoznak a lányok, és hogy próbáljuk fölépíteni
a munkát. Igen, hát a tétmérkőzések azok a legnagyobb tapasztalatok, gyűjtő lehetőségek, vagy amiket lehet élvezni. Itt az a nagyon fontos, hogy említetted még az elején, hogy fiatal csapatunk van, hogy mit tudnak ebből hasznosítani, és mi az, ami megmarad. Ezért is videózunk annyit, hogy ne csak lejátsszuk a meccseket, és akkor egy szép vagy kevésbé szép emlék legyen, hanem tudjanak fejlődni a játékosaink. Marci, túl leszünk a magyar bajnoki döntőn, túl lesztek a nemzetközi kupán is, de azt gondolom, hogy az UVSS játékosok egy részének még van egy hatalmas nagy feladata. Hát nincs be se következik az ötkarikás játékok, előbb-utóbb lesz olimpia. Hányan vannak a keretbe, és mire számítasz, ezt most nagyon komolyan kérdezem, mire számítasz az olimpián a magyar női válogatottól? Hát most ugye hatalom vannak végül is, akik a legtöbbször vannak ugye meghívva, tehát mondhatjuk, hogy fixen, de azért én a Faragó Kamillát is ide venném, aki bármikor beugrásra kész, és azért szokta is hívni a szövetségi kapitány, illetve hát aki a szerdai mérkőzésen is főszerepet vállalt, és nagyon erőteljesen kopogtat a felnőtt válogatott kapuján a Baksa Vanda, ugye a balkezes játékosunk. Tehát végül is hatan, de heten, akár nyolcan is kisebb-nagyobb szerepet ugye kaphatnak. És ha még egy fél mondat kitérőt megengedsz, ugye hát a többieknek pedig utánpótlás események vannak. Tehát U17-es Európa-bajnokság lesz, és U20-as VB, úgyhogy nagyon sűrű nyár, illetve őszvára gyakorlatilag mondhatom, hogy az egész csapatra, mert nálunk vagy felnőtt válogatottak a játékosok többségébe, vagy utánpótlás válogatottak. Én mindenféleképpen azt várom, hogy kicsit visszaadja azt az élet, amit az elmúlt olimpiákon nem a magyar csapatnak adott. Hogy ez milyen színű éremben nyilvánul meg, az már egy nagyon nehéz kérdés. Én az első helyre is képesnek tartom a csapatot, de hát ha azt mondtam, hogy a bajnoki döntőben nüanszok döntenek, hát akkor aztán ez az olimpiára még inkább igaz. Amit ugye mindenki tud, hogy egy nagyon speciális elmúlt egy éven van túl az egész világ, ugye a sport is. Tehát azért az, hogy ebbe a pandémiás helyzetben ki hogy viseli ezt, mikor esik ki esetleg valaki, mikor nem, kiszámíthatatlan ezáltal, hogy milyen eredmények születhetnek. A magyar csapat biztos, hogy képes arra, hogy első helyen végezzen, de hát ugye ez az olimpia, úgyhogy itt csak kiváló csapatok lesznek. Én nagyon bízom abba, hogy a legfényesebb érmet sikerül a csapatnak elhódítania, de azt gondolom, hogy a mai sportot látva bármilyen éremmel nagyon elégedettek lehetnek, de amit én már említettem, azért azt most is zárójelbe, vagy egy ilyen mellékszálként hadd mondjam, hogy azért addig, amíg meccseket tudunk játszani, és eseményeket, világeseményeket rendeznek, és ezt egészségesen át és túl tudja élni, megélni minden sportoló és a körülöttük lévők, addig azért nekünk jó dolgunk van. Úgyhogy ha esetleg el is veszítünk meccseket, nem szabad elfelejtenünk, hogy azért ez egy nagyon jó dolog, hogy idézőjelben el tudsz veszteni egy döntőt, és ezért nagyon sokan sokat adnának, akik esetleg kórházba fekszenek, vagy ugye komoly dolgokkal küzdenek, akár gazdasági oldalról a Covid miatt. Úgyhogy így állunk mi ehhez legalábbis én mindenféleképpen. Nagyon szépen köszönöm ezeket a szavakat, szinte az én szívemből beszéltél. Egy picit kanyarodjunk vissza még a játékosokhoz, még a csapathoz, illetve nem is akarom, hogy bármit mondj már róluk, inkább megpróbálok egy ígéretet bezsebelni tőled, ha túl lesztek a magyar bajnoki döntőn, és az Európa Kupa döntőjén, kimondom, döntőjén, akkor egy újabb beszélgetésre meghívhatlak téged? Természetesen ez nem is lehet kérdés. Hát mi újpestiek vagyunk, úgyhogy ez nem kérdés, hogy az újpesti médiának, egyébként a többi médiának is állunk a rendelkezésére, de hát nyilvánvaló, hogy a média rangsorban nekünk az első az újpesti média, úgyhogy itt ez nem is lehet kérdés. Tehát ha sortrendet kell állítani, akkor ti vagytok az elsők, úgyhogy ez nagyon, már a kérdés gyakorlatilag egyértelmű. Nagyon szépen köszönöm, be fogom hajtani az ígéretedet. Most elbúcsúzom tőled, edzetek jól, vigyázzatok magatokra, maradjatok egészségesek, és szerezzetek nagyon-nagyon nagy örömet nekünk, újpesti szurkolóknak. Még egyszer nagyon szépen köszönöm Bencz úr Mártonnak, és sok-sok sikert kívánok az elkövetkezendő időre. Szervusz Marcia, viszont hallásra!
Nagyon köszönjük. Hajrá, Lilák! Kedves nézőnk, ez volt az újpesti sport erre a hétre. Talán azért akadt el egy picit a szavam, mert még mindig a fejemben jár Bencz úr Marci néhány szava, hogy nagyon-nagyon köszöni a sorsnak, hogy döntőt játszhat egészséges, és én azt kívánom maguknak, hogy maradjanak egészségesek, vigyázzanak magukra, hogy jövő héten is találkozhassunk. A viszontlátásra!